Az UTE baráti kör és az újpesti két tannyelvű műszaki szakközépiskola labdarúgó mérkőzés szervez az UTE öregfiúk és a kerületi diákválogatott csapatai között. Vendégem Hakné Nyerges Rita igazgatónő és Borse Gábor a baráti kör elnöke. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt. Nagyon nehéz lesz itt nem tegeződni, de majd megpróbálok, mert itt a sportban általában a tegeződés megy, de azért az igazgatónővel természetesen azért megpróbálok magázódni. Szóval, én tavaly már láttam egy UTE öreg fiúk úgynevezett diákválogatott mérkőzést. Ez a találkozó, ez mennyiben lesz más? Hát ez annak a folytatása. Ugye tavaly, amikor elindult ez a kezdeményezés, akkor nem titkoltan egy ilyen hagyományőrző játéksorozatot képzeltünk el, hiszen gondoljuk azt, hogy a gyerekeknek nagyon fontos a sportban rengeteg példaképet lehet látni, és szeretnénk, ha nem csak egész nap ülnének az iskolában és tanulnának, hanem egy kicsit mozognának is és sportolnának. Miután mi fiúiskola vagyunk alapvetően, elenyésző a lányok száma, ezért a foci külön nagyon közel áll a gyerekek szívéhez, és így nem volt nehéz őket rávenni arra, hogy lelkesen vegyenek részt ezekben a focista játékokban. Még nem meccsről beszélünk, a focista játékokról beszélünk. Igen. Hogyan találkozott az Umszki és a baráti kör? Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy találkoztunk, hogy az Umszkinak van egy olyan programja, amiről talán inkább az igazgatónőnek kellene beszélni, amit minden évben megismételnek, és tavaly a sport került előtérbe. És nálunk van egy elnökségi tag, az Urbán Kornél, aki az iskolában is helyt áll, és ő keresett meg azzal az ötlete, hogy a tavaly évben a sportolóknak a meghívásában próbáljunk meg közreműködni mi is. És akkor ezt a programot fejlesztettük, az lett a címe, hogy Legendák az iskolában, és akkor a szegény Fekete Laci és a Nagy Laci jött el, és utána pedig a foci meccset, az öreg fiúk foci meccset játszottuk le. Úgyhogy így volt a program. Tehát ott kezdődött a program. Ha már átdobtad a labdát az igazgatónőnek, mi is ez a program, amit kitaláltak? Ez a Legendák az iskolában. Szeretnénk, hogyha az Újpesthez kötődő híres emberek, Újpest díszpolgárai és így tovább bekerülnének az iskolába, gyerekekhez közelebb kerülnének, és próbálunk mindig minden évben valaki mást meghívni. És miután a gyerekek meg a sport azért igazán közel áll egymáshoz, ezért jött tavaly ez az ötlet, hogy elsősorban a sporttal kössük össze. És akkor Urbán Kornél, aki nálunk régi kolléga, műhelyfőnök volt, és azóta is nagyon sokszor jön be az iskolába, és intéz mindenfélét. Ő javasolta, hogy akkor Gáborral vegyük fel a kapcsolatot, és akkor legyen a sport a téma. Hát Gábort én már régen ismerem, de hát nyitott ilyenekre, amikor sportról van szó, akkor majdnem, hogy azt mondtam, hogy mindent félre dob, tehát neki a sport az élete. Ugye arról volt szó, hogy ez egy hagyományteremtő kezdeményezés lesz. Hát annak indult, akkor most már mondhatjuk, hogy ugyanez a második lesz, de lesz jó hagyomány most már belőle. Érdekelne engem az, hogy hát az öreg fiúk azok összeállnak, az rendben van, azok öreg fiúk csapat, játszik a bajnokságban, találkoznak rendszerességgel, de a srácok közül, a diákok közül kik húzhatnak majd szerelést? Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert egyrészt Újpesten van 7 olyan középiskola, akiknek a diákjait tudjuk meghívni erre a rendezvényre. Másrészt pedig van egy nagyon lelkes, sportszerető kollega, az Andor Fer János, aki örömmel fogja össze a csapatot. Tavaly is már ő vezette, illetve van még egy úriember, a Liszonyi Gábor, aki a Bródi Gimnáziumban testnevelő tanár. Gyakorlatilag ők ketten állították össze tavaly is a csapatot. Hát minden iskolából meghívtak néhány diákot, és ők állították össze a csapatot. Hát ez idén is körülbelül. Hát, ha már a válogatottról esik szó, ugye azért egy válogatottnak
minden egyes mérkőzésen nagyon oda kell tenni magát. Ehhez az kell, hogy készüljenek is netalántán együtt erre. Van esély? És ha van, akkor hol tudnak találkozni a diákok? Van esély. Andorfer Jani beszélt a többi iskola testnevelő tanárával. Ugye a legtöbb iskolának azért van foci csapata, és miután ezt nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a gyerekek az öreg fiúkkal focizhatnak, ezért a legjobbakat kérte a foci csapatból, hogy őket nevezzék, és egy-két ilyen előkészületi edzést, mérkőzést ott nálunk az Umszkiban fognak tartani. Tehát nem úgy fognak csak beesni. Ahogy mondta igazgatónő, hogy ugye általában szinte minden iskolának van csapata. Nekem eszembe jutott az, hogy nem lehetne talán az iskolák között megrendezni egy kisebb fajta tornát, vagy egy nagyobb fajta tornát, és akkor nem a, ugye mert minden szentek maga felé hajlik a keze, és akkor onnan lehetne kiszépkázni játékosokat, a torna alapján lehetne egy igazi jó kis válogatottat összehozni. Itt a labda, tessék parancsolni, Gábor. Nagyon jó az ötlet, fogunk rá törekedni, hogy ez esetleg jövőre már megvalósuljon, és akkor egy hosszabb előélete legyen ennek a foci napnak. Mert azért gondoltam erre, mert amikor én még süldő gyerek voltam sok-sok-sok évvel ezelőtt, akkor bizony voltak a gimnáziumok között, én Kőbányán jártam gimnáziumba, és a László, az IHSZ és folytatatnám gimnázium között óriási sportnapok voltak, és természetesen labdarúgó mérkőzések a lányoknak, kézilabdameccs, fantasztikus élmény volt. De ha már ilyen van, akkor fel kell tennem a kérdést az iskola vezetőjének. Ha egy-egy találkozó, egy-egy felkészülési mérkőzés egybeesik a tanórákkal, kaphatnak azért ezek a diákok felmentést? Hát persze. Természetesen. Ez egy dopping, innentől kezdve már doppingoljuk is a srácokat. Igen, hát azért arra figyelni kell, hogy azért amikor így nagyon készülnek egy-egy meccsre, hogy akkor az edzés az nem tanítási időben, meg nem ötször kell azt a meccset lejátszani, hanem csak egyszer, de természetesen ilyenkor mindig elengedjük a gyerekeket. Istenem, hogy miért nem vagyok ilyen gimnazista ilyenkor. Ha már a fociról van szó, nem általom megkérdezni azt, hogy és utánpótlás korú srácokról van szó. Felvettétek a kapcsolatot az UTE utánpótlás szakosztályával? Mert hiszen ki tudja, hogy nem találnak egy-egy csiszolatlan gyémántot a kölkök között. Persze, segítenek. Hát a program maga az a Hallasi Olivér sportcsarnokban lesz, és az UTE adja át gyakorlatilag az idejét erre a programra, ugyanis ott ők utánpótlás edzéseket tartanának ebben az időpontban. Úgyhogy tudnak róla, és számítunk rá, hogy el is fognak jönni. Egyébként én meg arra számítok, hogy a legtöbb játékos, aki a válogatottban szerepel, az már eleve tagja az UTE valamilyen korosztályos csapatának. Akkor ide van még egy ötletem, amelyik, aki még nem az UTE-ban játszik. Na, azokból a srácokból is össze lehetne hozni egy kisebb válogatottat, és kihívni az UTE korosztályos csapatát. Tehát itt vannak ötletek, a sportról van szó, akkor én ötletelek. Ez már csak idő kérdése akkor, hogy hogyan illeszthető az iskolai programba. Meg helyszín. Ha igen, már, hát helyszín. Azt elintézzük, a helyszínt elintézzük. Ugye nem csak tél van, jön a tavasz, azért a kispályák, hála Istennek, nagyon sok épült itt Újpesten. Szerintem szabadtéren is meg lehet rendezni egy-két jó foci meccset, hát az a legjobb. Milyen a sportélet az Omszkiban? Hát jó, alapvetően. Ugye hosszabban? Hosszabban. Hát van a foci csapatunk, akik mindig tarolnak a különböző kupákon, Coca-Cola kupa, Pesti srác kupa, a Bródi kupán, tehát ők mindig első-második helyezettek. Diákolimpián vesznek részt, és tényleg nagyon jó eredménnyel. Van kézilabda csapatunk, a Diákolimpián vesznek részt két korcsoportban, nekik még kell javulni. Ezen kívül kosárlabda van, röplabda és pingpong. Na azért már azt vártam, hogy az asztali tenész kimaradt, hát szóval megorroltam volna. Milyen a visszhangja a kezdeményezésnek? Hát a tavalyinak nagyon jó volt a visszhangja. Úgy érezzük, hogy,
hogy a diákok is, meg az öreg fiúk is, meg a minden résztvevő nézők is jól érezték magukat. Úgyhogy hát azt reméljük, hogy idén még többen leszünk. Szeretnénk egy kicsit közönséget is toborozni, úgyhogy várjuk szeretettel a diákcsapat barátait és az öreg fiúknak a szurkolóit. Úgyhogy reméljük, hogy az idei még jobb lesz. Hol tartanak az előkészületek? Gondolom, ezt azért együtt beszélitek meg, beszélik meg. Hát ott tartunk, hogy elkészült a plakát, amit a középiskolákba kiküldünk, a jegyek, amivel jöhetnek a szurkolók, mert lesz a belépőknek egy ajándéksorsolás. A gyerekek között a válogatás az elindult, úgyhogy szerintem nagyon jól állunk, és várjuk. A gyerekek érdeklődtek már, kérdezték, hogy ahol tavaly voltunk, lesz megint ilyen öreg fiús foci meccs? Mondtuk, hogy igen, na jó, akkor jönnek, úgyhogy a gyerekeket mindenképpen érdekli. Milyen szerelésben játszik a válogatott? A válogatottnak az UTE fogja adni a szerelését. Az még nem dőlt el, hogy ez lila vagy pedig fehér felszerelés lesz, ugye alkalmazkodni fogunk az öreg fiúkhoz, de hogyha ők csíkos ruhában és lila nadrágban, amiben szoktak abba játszanak, akkor várhatóan tetőtől talpig fehérben lesznek a fiatalok. És megkapják ezt a szerelést, vagy ezt vissza kell adni? Vagy lesz meccscsere? Hát ezt most még nem tudjuk, hogy ez hogy alakul. Ez elsősorban az UTE-től függ. Alsó korhatár van, persze nem az öreg fiúkra értem ezt. Mert azért, hát ugye az van ott, hogy a műszaki szakközép, iskola, meg egyebek, szóval meg a többi suliban is vannak csapatok. Alsó korhatár van, hogy kikerülhet be a csapatba? Nem beszéltünk erről különösebben. 9-es kortól már, tehát aki igazán ügyes, és 9-es, az már benne lehet. Tehát akkor azért csak húztadok egy alt, igen, mert azért mégiscsak egy kis kölök azért ne, eltalálja a labda, aztán ez nem pingponglabda. Hát annál is inkább, mert a tavalyi mérkőzés az egy presztízs meccsé fajult, és nagyon izgalmas, nagyon sportszerű, de nagyon izgalmas meccs lett. Úgyhogy mindenki nagyon komolyan vette. Hát aki pályára lép, az nyerni akar. Fordulatos volt a meccs, és végül az öreg fiúk nyertek. Úgyhogy gondolom, hogy a diákok idén vissza akarnak vágni. Annál is inkább, mert egy nagyon szép vándorserleg lesz a jutalma a győztesnek. Mondtátok, hogy már verbúválódik a csapat. A mag megvan. Nincsen, hogy is mondjam, sértődés, aki kimarad? Hát jónak kell lenni. A válogatottba is a legjobbak kerülnek be. Hát ez ugyanolyan diák válogatott. De megígértük nekik, ha jövőre ügyesebbek, jobbak lesznek, akkor bekerülnek. A bőkeret hány tagból állhat? Áll körülbelül? Hát azt beszéltük, hogy 10 plusz 2 a maga a csapat. Hát, hogy most mikor szűkítenek keretet az Andor Ferjanék, azt én nem tudom megmondani. A szövetségi kapitány. Azt a kapitány dönti el, igen. Hát, hogy mikor szűkít, azt még nem tudjuk, de azt ugye tudjuk, bár idő van még. Nem is sok, de van hátra. De azért mondjuk el, hogy a szövetségi kapitánynak mikorra kell összeállítani az ütőképes csapatát? Hát a programot azt ők maguk állítják össze az iskolák a többi testnevelő tanárral. Úgyhogy, és maga a labdarúgó mérkőzés mikor van? Erre próbáltam feltenni egyszerű kérdésemet. 27-én, február 27-én 17 órakor kezdődik a program, a meccs az 17 óra 20 perckor fog kezdődni. Addig még visszatérünk, még fogunk beszélgetni, megpróbálunk minden segítséget megadni ahhoz, hogy sokan ott legyenek, és akkor mit tudok mondani? Ez ne csak hagyományteremtő legyen, hanem legyen belőle hagyomány, és ne csak évente találkozzunk, hanem egy ilyen kisebb labdarúgó tornán akár havonta, két havonta egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.